Az NB3 keleti csoportjának 11. helyén tölti a téli szünetet a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár Bereg megyei harmadosztályú együttes Ambrusz Árpád játékos edző irányításával napi 2 edzéssel készül a tavaszi folytatásra. Az elmúlt hétvégén már felkészülési meccsen is pályára léptek a bátoriak, akik Kisvárdán 6-2-es vereséget szenvedtek a 3x45 perces találkozón. Szerdán a szintén NB2-es Cigán vendégeként 5-2-re kapott ki a szünetben még 2-1-re vezető nyírbátor. Persze a felkészülésnek ebben a szakaszában, főleg egy magasabb osztályú csapat ellen nem az eredmény a legfontosabb. Eddig az erőgyűjtésen volt a főszerep, meg szerintem még a következő hetekben is ez lesz, úgyhogy még igazából a csapatnak a játékán nem nagyon tudunk beszélni. A kitűzött célt azt eddig elértük, elvégeztük azt a munkát, amit meghatároztuk, úgyhogy eddig csak pozitív visszajelzéseink vannak. Túl nagy változást nem tervezünk, az eddig egy fix távozunk és egy fix érkezünk van. A Nagy Dávid távozik Tiszaújvárosba és a Rosszel Róbert érkezik Cigándról. Hétközben még egy Cigándról érkező játékos csatlakozott a nyírbátoriakhoz, a védőként és középpályásként is bevethető Kincel Ervin is az NB3-as csapatnál folytatja pályafutását, azzal a céllal, hogy hozzásegítse új együttesét a harmadosztályú tagság meghosszabbításához. A minimális célkütézés az, hogy benn maradjunk, a maximális az, hogy minél hamarabb elérjük a bennmaradást, aztán utána majd meglátjuk, hogy a végén az mire lehet elég. A nyírbátoriak szombaton az osztálytárs Putnok otthonában lépnek pályára, majd a február 19-én Újpesten esedékes bajnoki rajtig még 3 felkészülési meccset játszik Ambrusz Árpád együttese.